Sziasztok, ez itt újra a Szépségnapló. És ma egy nagyon-nagyon izgalmas, de nagyon specifikus témával fogunk foglalkozni. A BB krémekkel, a CC krémekkel és az alapozókkal. Uh-huh. Hogy mi az alapvető különbség, melyiket mikor kell használni, melyik mennyire fed, melyiket hogy kell feltenni, úgyhogy Detti, segíts ezen. Mert hogy nyilván mindenki ismeri már ezeket, ugye először voltak az alapozók, mindenki alapozót használt, de azért nyáron az nem annyira komfortos, pláne hogyha esetleg valaki megteheti, hogy ne használjon ennyire erős fedést, akkor azért az tud kényelmetlen lenni, meg olyan folytogató. Igen. És aztán jöttek a koreaiak, akik kitalálták a BB krémet, aztán kitalálták. Utána jöttek a színezett hidratálók, ugye? Színezett ez hidratálók, még megelőzte, tényleg? Igen. A BB krémeket megelőzte a színezett hidratáló, azt legkönnyebben úgy állítottuk elő, hogy az arckrémünkbe tettünk egy kicsi alapozót, és akkor fellazítottuk a textúrát, és úgy egy ilyen nagyon könnyű fedést kaptunk. Utána jöttek a színezett hidratálók, amik ugye tubusban már elő voltak készítve, bár szerintem ha színezett hidratálót használunk, akkor is kell krémet használni, mert úgy sokkal szebb lesz a felülete a bőrnek, és utána jöttek a BB krémek, utána jöttek a CC krémek, sőt most már mondom BB krémek is, és még azt hiszem EE krémek is vannak. Az, hogyha valakinek esetleg vannak bőrhibái, akkor is használ BB krémet vagy CC krémet, csak akkor egy kis korrektorral gondolom itt-ott besegíti ezeket a hibákat. Na, tehát mi van az alapozókkal? Alapozókat ugye úgy választunk, hogy milyen fedést szeretnénk magunknak elérni. A bőrszínről most nem fogunk beszélni, csak arról, hogy milyen hatást érünk el vele. Ezek nagyon jó fedésű alapozók, tehát vagy közepes fedés, vagy pedig teljes fedésűek. A közepes fedés teszi azt, hogy egy kicsikét áttetszik még a bőrhiba, de egy ilyen egységes bőrképet kapunk. A teljes fedésnél pedig ugye egy ilyen totál homogén felületet fogunk kapni. Amit most elhoztam, az a Maybellinnek a Superstay alapozója, a L'Oréalnak a Infallible 24 órás matt alapozója, és a Maybellinnek a Fit Me Matte & Poreless alapozója. Ezek mind matra száradóak, ami azt jelenti, hogy megszáradnak lényegében a bőrön, és elvileg nem kéne rá púdert használni. Azért én mindig rá szoktam hinteni egy picit, leginkább a T-vonalra, mert sokkal tartósabb lesz a végeredmény. Kicsikét ugye sűrűbb az állaguk, a krémessége leginkább azt jelenti, hogy egy ilyen húzósabb jellege van, tehát nem folyékony, hanem szét kell kenni a bőrön. Uh-huh. Ecsettel vagy kézzel? Leginkább ecsettel, vagy pedig ugye blenderrel szoktuk, egy ilyen szivacsal szoktuk a bőrre fölvinni. És mind a háromnak egy ilyen közel azonos fedése van. Ez mondjuk inkább egy kicsit ilyen pattanásosabb bőrre, vagy akinek zsírosodásra hajlamos a bőrre, azoknak jó. Egyet csak mutathatok? Persze. Csak meg szeretném nézni. Nézd meg, melyik az, amelyik mondjuk a legjobban fed, szerinted a háromból, amelyik a legerőteljesebb fedésű? Szerintem ez a Fit Me, vagy pedig ez a Superstay. Igazából csak azt szeretném megnézni, hogy a tetoválásomat mennyire fedi el. Ezt csak azért szeretném kipróbálni, mert hogy nyilván így látszik a legjobban, csak az, hogy mennyire erőteljes a fedése. Szóval egy alapozó azért az ilyen. Igen, az lefedi. És ugye itt egy fekete kisbabáról van szó, szóval nem az van, hogy ez egy apró bőrhiba, hanem ez viszonylag azért erőteljes. Szóval, hogy az alapozó az tulajdonképpen erre van, hogy egy teljes fedést adjon. Szóval mindjárt lemosom, és akkor csak megmutatjuk nektek azt, hogy milyen, amikor egy ennél sokkal vékonyabb fedőréteg kerül fel, mert ez tényleg csak így az arányokat mutatja meg, tehát a bőrön nyilvánvalóan nem így néz ki, és nem ilyenek a bőrhibák, hanem ez csak egy ilyen hozzávetőleges arányt mutat. Na, szóval ez ilyen lett így. Így fett tehát az alapozódna, és akkor most jönnek a különböző gyengébb
Igen. Textúrák. Ebből pedig három típusút hoztam. Hoztam egy L'Oreal BB krémet, egy Bourjois BB krémet és egy Bourjois CC krémet. Uh-huh. Ez a L'Oreal, ez egy ilyen, inkább egy ilyen frissítő, bőrfrissítő jellege van, ami annyit tesz, hogy csak nagyon finoman egységesíti a bőrt, egy kicsikét egy ilyen fényt ad neki, és igazán fedése nincsen, sőt, szinte nincs is fedése. De tehát a pirosító jól mutat rajta, vagy jobban mutat rajta? Jobb, megtapad rajta, tenni, persze. Mint hogyha csak a sima bőrét. Természetesen, persze, persze, csak nagyon sokat tőle ne várjunk fedésben, mert hogy egyszerűen csak egy ilyen nagyon finom fátyol réteget van a bőrre. Akkor a Bourjois-nak a Healthy Mix BB kréme, ez ugye egy ilyen ikonikus termék, és ennek pedig már van fedése, de még mindig átlátszó marad a bőr. De azt is érezzük egyébként mondjuk egy ilyen nyári éjszakán, hogy azért lélegzik a bőrünk, tehát hogy nem olyan, mintha egy vastag alapozó lenne. Nem, abszolút nem olyan. Komfortos, ráadásul sok ápoló anyag van benne, és ezért hidratáló hatása szóval nem is törik van. Meg. Nem törik meg egyáltalán, úgyhogy ennek egy ilyen, tényleg egy ilyen picikét jobb fedése van, az apró foltokat el fogja fedni, a pirosságokat is el fogja fedni, de komoly fedést nem ad. De például, hogyha nem, valakinek nem nagyon problémás a bőre, akkor arra, hogy elmegy bulizni este, szerintem elég. Arra például igen, tökéletes vagy. És ráadásul az is jó benne, tehát hogyha mondjuk csinálunk egy alkalmi sminket, és szeretnénk egy kicsikét a természetességet is megtartani, akkor így lehet vele játszani, hogy egy ilyen nagyon könnyű fedésű alapozót, vagy hát egy ilyen BB krémet rakunk föl, és akkor már is megvan az egyensúlya a sminknek. De például te ezt ajánlanád nekem arra, hogy ha mondjuk hétvégén, nem tudom, van valami családi program, és mégsem akarom azt, hogy ne legyen rajtam semmi. Abszolút. És valami alapot szeretnék csak feltenni a szempilla spirálhoz és az arcpirhez. Ez pont az. Igen, aha. Pont tehát, az hogy nem is az, hogy ilyen teljes sminkbe vonulgatok fel le, hanem csak egyszerűen ez csak picit. Felfrissít, picit egységesít, tehát hogy egy ilyen kipihentebb bőrünk legyen, tökéletes. A fáradtságot is ugye eltünteti. De hétvégén nem is kell napközben reméltől. Abszolút nem. A harmadik termék pedig a Bourjois-nak a CC kréme, ami lényegében egy ilyen színkorrekcióra való, tehát a bőrön a piros foltokat, az ilyen elszíneződéseket elfedi, és ugyancsak nem kell tőle nagy fedést várni, tehát hogyha még valakinek van egy ilyen alap nagyon szép bőre, viszont van egy-két pattanás rajta, akkor úgy a szép a bőrkép, hogyha készítünk egy CC-krémmel egy teljes felületet, és utána a pattanásokat korrektorral lefedjük. Tehát úgy nagyon szép, természetes lesz az összhatás. A BB krémekre és a CC-krémekre például használjunk púdert? Vagy nyugodtan lehet. Vagy lehet simán? Nyugodtan lehet, ez bőrtől függ, terméktől is függ. De tartósabb lesz, ugye? Tehát egészen, hogyha nagyon vékonyan rakjuk csak fel ilyen áttetsző, akkor igen. Csak tartósítjuk. És de attól még nem lesz maszkszerű. Nem, abszolút nem, és ráadásul a púderezést azt nem úgy kell elképzelni, hogy rátapogatjuk a bőrre, és akkor egy ilyen nagyon komoly réteget létrehozunk, hanem egy nagy ecsettel csak így ráhintjük, egy ilyen simogató mozdulattal végigmegyünk a bőrön, és akkor egy ilyen nagyon szép, kicsit ilyen bőrfényű végeredményt kapunk, ami ugye egy ilyen természetes hatás. Az, hogy mennyivel másabb a fedése, vagy hogy mi az alapvető különbség az alapozó és az alapozók és a BB krémek, CC krémek, vagy akár a színezett hidratálók között, azt melyikkel mutassam meg, mert ugyanígy feltenném ide a kokesi babára. A Bourjois BB krémmel próbáld csak meg. Csak hogy lássuk, hogy egyáltalán nagyjából mi a különbség. Na, szóval hát azért ez teljesen más, mint igen. Az előbb. De érzem is, hogy már a bőrömön teljesen más, tehát ahogy elkentem, érzem, egy kicsit szívja be, hogy nagyon sejmes, nagyon puha, és hogy gyakorlatilag azonnal azonosul a bőrrel. Igen. Tehát, hogy azért egy jóval súlyosabb, igen, és nehezebb volt az előző, ami nyilván az is a dolga, mert egy alapozó. Fedésben is ez a különbség, nehézségben is, és akkor nem mutatom, hogy lássátok, hogy milyen, amikor le van mosva.
Szerintem ezzel azért elég jól szemléltettük. Igen, nagyon jól mutattad, igen. És mondom, ugyanez az érzetben is. Oké, akkor aki teheti, mert nyilván, hogyha nagyon problémás a bőr, akkor egyszer muszáj valamivel elfedni, de az most így tavasz, nyár elején ismerkedje meg, és kezdje el tesztelni a BB és a CC krémeket, mint alternatívát arra, hogy fedjen, igen, de mégiscsak egy sokkal lélegzőbb és sokkal frissebb, szabadabb lesz, bőr legyen. Igen. Na hát, ma is tanultunk valamit, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!